Viszont a zerglingek megeszik, tehát ezzel vigyázni kell. Az eolotokat kell a zerglingek elé vinni, ők nagyon hasítják a zerglinget. Együttés az... hát igen, két-három ütésből gyakják le. És már készül nekem egy High Templar, tudtam jó, hogy rengeteg egységet hoz, rócsok, zerglingek, ide a Psy Storm kell, tehát ide kell az, hogy nagy mennyiségbe tudjam írtani őket. És ugye még nem sikerült kiexpelnem. Az income-ba látszik, hogy most már viszont, hogy neki is megvan az ugyanannyi munkás, mint nekem, így most már előnye van, mert több kristályról tudja szedni a tehát kristály, hogy hívják ezt az egy darab? Mineral fieldről tudja szedni a kristályt, így neki most nagyobb a bevétele. Úgyhogy ezért majd hosszabb távon hátrányba is kerülök, úgyhogy nekem mindenképpen most expelnem kell. De nem tudok mit csinálni, mert nincs olyan hadseregem, amivel le tudnám gyűrni. Bár igazából, hogyha jobban scoutoltam volna, akkor látszott volna, hogy azért meg tudtam volna most is. Azért kimerészkedek ezzel a próbbal, mert más esélyem nincs, expelnem kell. Tudom jó, hogy neki van expje. Így fönt van. Látom már, hogy készül neki a másik expje. Ugye nagyon fontos, Szelnaga Watchtower. Így van. Szelnaga Tower. Nagyon sokan nem használják meg, és nagyon hasznos. Ott van lent, alul is, felül is. Így van. És hát megpróbálja. Te látod egész szépen a mapet, ő is látja. És hogy megnézed ebbe a csatába, az eolotok nagyon durván széthasítják az erglingeket, és utána gyorsan rá is megyek, kész van a charge, és meg azt egy pár rócsot még így le tudok vadászni. Nagyon sokat számít. Így van, itt ez nagyon jól csináltad. Viszont most már készülnek a hidraliszkek, de azért gyorsan fönt még megpróbálom csirájában elfolytani az új XP-t. Itt a tulipán mező közepén egy szép kis hatchery épül. És most már van elengedő energiája a High Templarnak is, fejlődve a Psionic Storm. És itt azt jól használom is, bele a rócsokba, a hidrákba. Jó, nagyon szép. Itt sikerült jól alkalmazni, és utána ugye ismét a charge. És megint elkövetem azt a hibát, hogy itt túl sokáig maradtam. Még ez nem az a pillanat lesz. Még itt visszamondanak tudom, hogy még nem tudom az XP-t beverni, úgyhogy még próbálok magamnak még több High Templart csinálni, hogy még durvábban rá tudjak menni, és csinálok még zealotot, hiszen a zeglink ellen az a legjobb, a hidrákra, a rócsokra ugyanúgy rá tud szaladni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez most a legjobb választás. Gyűjtök még egy kis energiát, és utána megpróbálkozok azzal, hogy ugye itt készülöm most 3 High Templar. Itt az erg is érzi azért magán, tehát ő nem akar támadást vezetni most ellened. Nem, nagyon előnyben vagyok, és neki ez idő neki kedvez, hiszen makro előnyben van. Több munkással, expel már. Ajajaj, hát itt úgy nézem nagyon, hogy ezt a sereget most így ugye szó szerint a vágó hidra küldöd. Na igen. Vágó hidra. Nem rossz. Igazából vagy egy rakás hidraliszk. És jönnek itt, én nem figyeltem az egységeimre, ezért ő tudott támadni, ez itt egy hiba volt. De igen. Itt látszik, hogy azért nagyon megijed, és puff, bele az állatok közé. Ez az én hibám. Ez egy pro dolog volt, tehát. Ez egy nagyon pro dolog volt. Bele. És újra. Raktam, és puff, belefutok. A High Templarnak meg nincsen energiája, és ezzel gondoltam, átalakítom őket, csak kiderült, hogy az Archon nem generálódik olyan gyorsan. Tehát pont mire készen lettek, már cseszhettem is. Tehát itt egyébként az egész játékot elszúrtam itt, ezen az egy csatán. Ha megnézzük a Units Lost-ot, akkor még így is egy picit előnyben vagyok, de előnyben van azzal, hogy az XP az már régóta van működik, sokkal gyorsabban tudja az egységeit újra gyártani. Gyakorlatilag ebben a csatában én elbuktam a mérkőzést, itt kerülök hátrányba, és ebből nem is tudok már fölállni. És mindezt azért, mert rosszul használtam a Psionic Stormot. Ez egy nagyon nagy... Hogy is mondjam, tehát ebből nagyon sokat tanultam. Nagyon fontos, nagyon erős a Psionic Storm, mivel hat a tehetségeidre is, ezért önmagad ellen is nagyon, nagyon hatásos. És hát elvesztettem az összes nagyon, nagyon drága High Templart, az immortálokat, dragonokat, zealotokat, és most próbálom magamat újra fölhozni. Gyakorlatilag nincs nagy serege jelenleg, de folyamatosan gyárt, és megint expel, de ezt megint látom ugye az én kis próbommal. Itt fönt, hogy itt expelni próbál, és gyorsan föl is szaladok ezzel a 3 stalkerrel. Igen, még időben megint megpróbálod elfolytani.
csírájában, igen. Viszont elfelejtettem a drónt megölni, ez nekem volt most nagy hibám, és vissza is megy, és megint elkezd építeni, tehát itt csak kis időt tudtam nyerni ezzel. Éppen elég volt talán annyira, hogy egy kicsit eltereld a figyelmét. És hogyha a Zerg bázisra nézel, neki már hive-ja van, és mi készül ott? Ultralis Cavern. Na ez beadja majd nekem a végső csapást. Hát igen. Rócsokat a játéknak ebben a szakaszában az Zerg elfelejti, tehát nem készít velük többet. Tudja jó, hogy immortált hoznak, és azt pedig szétaprítja, úgyhogy... De itt újra látom, és... egész jól összeállt a sereged. Igen, és ha az Armit nézzük, úgy tűnik, hogy neki most nagyobb serege van. Tehát, hogy az Army Führre kattintasz, neki most már egy nagyobb serege van, több resource értékű serege van. De még itt is azért elég ütélképes tudok lenni a Psionic Storm-mal. Itt látom, gondolom kibontad ezt a kis falat, fel akarsz gondolom expelni.